Egyszer volt, hol nem volt, egyszer csak a Plutó, bár nem számított bolygónak a naprendszerünkben. Kevesen tudták azonban, hogy ezen a bolygón egy olyan modern civilizáció alakult ki, ami túlmutatott a tudományon és a technológián, sőt, még az emberek világánál is sokkal fejlettebb volt. A plutóiak legfőbb energiaforrása kezdetektől fogva a víz volt. A kapzsiságuk miatt viszont a készletük fokozatosan elfogyott. A bolygó kezdett kiszáradni. Celestia a hercegnőt bízták meg azzal a nemes feladattal, hogy keljen kalandos útra, találjon vízforrást és mentse meg Plutót. Visszaszerzem a vizet, bízzatok bennem! Celestia! 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 Vajon Celestiának sikerült teljesíteni a küldetést? Iratkozz fel a Voa csatornára, hogy ne maradj le! Reményteli szívvel szállt be a tojás alakú űrhajóba, majd elindult fel, egyenesen a világűrbe. A rendkívüli űrhajó lélegzetelállító, misztikus tájak mellett siklott el. Celestia lenyűgöző dolgokat látott. Ezer 49 napig tartó útja alatt a hercegnő bolyongott a világűrben, néha magányosnak érezte magát. De mindvégig álhatatos maradt. Elhatározta, hogy bármilyen nehéz is, sohasem fogja feladni. A küldetésnek folytatódnia kell. Ekkor hirtelen egy hatalmas aszteroida találta el a hajóját, ami miatt leszállni kényszerült a föld partján. Körülötte minden lángolt, de félelme ellenére is küzdött, hogy kijusson. Utolsó reményként megnyomta a vészhelyzet gombot, hogy értesítse Plutót. Jaj ne, most mit hívő legyek? Csodával határos módon egy bátor férfi kimentette Celestiát az égő űrhajóból, pont azelőtt, hogy az felrobbant és darabjaira hullott. Celestia azt látta, hogy az itteni környezet ősi volt. Olyasmi, amit a Plutón soha nem tapasztalt. Meglátta a napfényt és a lágy felhőket. Magába szívta a virágok és a sós víz illatát. Te nem is vagy ember. Csendben töprengett. Lenyűgözte Celestia másvilági külsője. Azurkék bőre úgy csillogott, akár a zafír, és a szemeiben, mintha egy pici univerzum lakozna. Mindenkit elvarázsolt, aki csak ránézett. El kell érnem, hogy itt maradjon. Logan elvitte Celestiát az akvária vízi törzs területére. Gyönyörű falu volt, a csillogó part pici, korallból és kagylóhéjból épült kunyhókkal volt szegélyezve. A kíváncsi lakók körbevették a hercegnőt, és olyan nyelveken beszéltek, amiket ő nem értett. Ki ez? Nagyon furcsán néz ki. Vezér, nem kellene befogadnunk. Ne aggódjatok, figyelem minden lépését. Tudnom kell, honnan jött és mik a szándékai. Nagyon idegesítő! Nem értek semmit sem! Hé, te meg mit csinálsz? Celestia aktiválta a telepatikus képességét, így Logan gondolatait olvasva megértette a föld nyelvét. Haha, most már értem! Szóval megengeditek, hogy felfedezzem ezt a helyet? Persze, de ha követhetlek. Azt már nem. Nem fogtok megtudni semmit a gyökereimről. Elég ebből a viselkedésből. Gyere velem! Először Celestia kellemetlenül érezte magát. Rengeteget veszekedtek Logannál, mert nem engedte, hogy elhagyja a házat. Csak is gyümölcsöt ehetett, mert minden mástól rosszul lett, amit Logan hozott neki. Mondd el, honnan jöttél? Mit szeretnél csinálni itt a Földön?
Ahonnan jövök, nagyon-nagyon messze van. Nem is tudnád, hol van, ha elmondanám. Nem ár, segíteni akarok. Rendben, elmondom, ha hagyod, hogy felfedezzem a bolygót. A magad fajta idegenek mindig ilyennyire bajosak. Hát várj még pár napot. Amikor Celestia meggyógyult, Logan elvitte őt egy felfedező körútra. Az akvária törzs tagjai a mágikus kristályvíz erejével szabályozták a dagályt. Halászással, gyöngykereskedéssel és vízi termékek készítésével foglalkoztak. Hatalmas teknősökön lovagolva szelték át a tengert, vagy éppen alámerültek. Logan megtanította Celestiának, hogyan üljön meg egy tengeri teknőst, és együtt lemerültek a víz alá. Egy mágikus világ tárult a szemeik elé. Mindketten beúsztak egy rejtélyes barlangba. Bent egy magas, szent fát találtak, ami drága kövekhez hasonlóan csillogott. Ez a föld vizének lélekfája. Ha ez a fa nem lenne, akkor egyesek szerint a földön nem is lehetne élet. Épp ezért nagyon vigyázunk, hogy ne legyen baja. Minden héten lejövünk ide, hogy mágikus szertartásokat végezzünk el. Ez lenyűgöző! Logan elkezdett énekelni egy mély, ősi dallamot a fa tiszteletére. Ez a dal generációról generációra száll a törzsön belül. Tudod, ez a hely nagyon hasonlít a hazámra. Nekünk is szoros a kötelékünk a vízzel, hiszen ez az élet forrása. De az én népem kihasználta az erejét és kimerítette a készleteit. Itt akváriában pedig tisztelitek. Mondd, Celestia, honnan kerültél hozzánk? A Plútóról, egy bolygóról, ami a pusztulás szélén áll. Így, hogy egy ideje itt élt, Celestia hozzászokott a földi léthez. Használta repülési képességeit, hogy segítsen gyümölcsöket szüretelni. Az úr bőrének köszönhetően a legmagasabb hőfokokat is kibírta. Így a vulkánok belsejéből is bányázhatott gyémántokat. Logan és Celestia minden egyes nappal közelebb kerültek egymáshoz. A kötelékük szorosabb lett, és elmélyültek az érzéseik. Azonban Celestia a boldog élet és a föld érdekességei ellenére sem feledkezett meg nemes küldetéséről. Amíg Logan a faluban aludt, Celestia titokban víz után kutatott. Átszállt az égen, folyókat, patakokat, tavakat talált, és varázslatos módon minden vízcseppet elvarázsolt. Celestia vízlopásának azonban súlyos következményei voltak. Mindenhol szárazság volt, az emberek a városokban és a hegyi, erdei törzsek is vízhiányban szenvedtek, amitől pedig megbetegedtek. Hogyan tűnhet el egy folyónyi víz egy éjszaka alatt? Logan... Celestia, jól vagy? Esetleg kérnél még egy kis vizet? Annak ellenére, hogy kevés volt a friss víz, Logan még mindig megosztotta a sajátját Celestiával. A vízhiány legyengítette a lélekfát is, ami a vízvilágban is problémát okozott, hiszen minden élőlény a fára támaszkodott. A parton kivetett vízi lények voltak, nem tudtak többé úszni és énekelni. Celestiának bűntudata volt, visszagondolt az emlékeire, érzéseire. Beismerte a hibáját. Plutót nem úgy kellene megmentenie, hogy közben ugyanúgy elpusztít egy másik bolygót. Celestia elhatározta, hogy visszaadja a vizet a föld folyóinak és tengereinek. Szóval te loptad el a folyóvízünket? Hogyan lehettél ennyire szívtelen, Celestia? Igen. Eleinte el akartam vinni a vizet, hogy a Plútónak is lehessen újra. De rájöttem, hogy ez nem helyes. Sajnálom, visszaadom az utolsó cseppig. Hogyan bízhatnék meg benned? Ennyi, hagyd el a földet! Abban a pillanatban a tojás alakú űrhajó ott landolt Logan és Celestia mellett. Amikor a plútóiak megkapták a vészjelzést, harcosokat küldtek fénysebességgel, hogy megmentsék Celestiát.
Amikor meglátták a zöld tópartot, a szívük megtelt kapzsisággal. El akarták lopni az összes vizet a földről. Celestia, jól vagy? Tán bántott ezek az ember. Nem, jól vagyok. Lássuk csak. Ó, de kevés. Hallgass meg! Le akarom fújni ezt a küldetést. A földön annyi csoda, élénk szín és gyönyör van. Nem érdemli meg, hogy úgy elpusztítsuk, mint a Plútót. Ezek a földiek kivosták a mi hercegnőnk agyát. Meglátjátok! Haszontalan hercegnő vagy. Mostantól én vagyok a küldetés parancsnoka. Uraim, mentsük meg Plútót! Celestia mérgesen visszatámadt, és visszavitte Logant akváriába. Ott elmondta az igazat mindenkinek, és arra bíztatta őket, hogy egyesüljenek és űzzék el innen a Plútóiakat. Őszintén bocsánatot kért a hibáiért, és ígéretet tett, hogy a csata után soha nem tér vissza a földre. Ekkor a Plútó harcosai hirtelen ellepték a falut. Elég, Bronx! Keressünk együtt más módot a bolygónk megmentésére! Eleget beszéltél, nyomvattáruló! Ha-ha-ha, vesztettetek! Celestia mérgesen magasra repült az égbolton, és elkezdte hangosan énekelni a dalt, amit Logan énekelt a Szentfának. Abban bízott, hogy a hangos és őszinte éneke felébreszti majd a lélekfát. A földön kívüli hangzás rezonált, és szíveket érintett meg. A föld rezegni kezdett, ahogyan akarta. A Szentfa előjött a tenger alól. Ez a föld összes vízének forrása? Maradj ott! Ti bolondok! Azt hiszitek, hogy egy ilyen ócska trükkel megmenthetitek a bolygótokat? Mindenki meglepetésére a fa elmesélt egy történetet Kumbuszról. A Plútó vízistenségéről, aki a fa öccse. Kumbusz biztosította a vizet a Plútó számára, ami lehetővé tette, hogy fenntartható életet éljenek a Plútóiak. De a Plútóiak túlságosan kihasználták a vízkészletet, így megrepett a vízmag. Ezért az öcsém most dühös a Plútóiakra, emiatt az embertelen vízpazarlás és a lopások miatt. Plútó akkor sem menekül meg, ha a földről viszitek a vizet. A bolygótoknak most arra van szüksége, hogy a vízmag pihenhessen. Talán 1000 év múlva lesz esélyetek megmenteni. Szóval minden hiába volt? A Plútót nem lehet megmenteni, ha csak a Plútóiak el nem hagyják. Szerintem a Plútóiaknak ide kéne jönniük a földre. Vessünk véget ennek az értelmetlen háborúnak, éljünk együtt. Az összes Plútói nevében szeretnék bocsánatot kérni a tetteinkért, és rendkívül hálásak vagyunk. Logan, amióta megismertelek, az életem teljesen megváltozott. Bizalmat és reményt adtál nekem. Szeretlek. Üdv az új otthonatokban. Celestia és Logan közösen békét hoztak mindkét bolygónak. Attól a naptól kezdve mindenki boldogan élt együtt a földön. Mocsár! Tele szörnyekkel!
tele veszéllyel. Ki ide belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Hát ezt terjesztik a többiek erről a helyről. Ha a varázsvilágban valaki elérte a felnőtt kort, akkor részt kellett vennie egy mágikus vizsgán, hogy teljes értékű varázsló válhasson belőle. Ám ha elbuktál, száműztek a varázsfaluból a mocsárba. Haha, gondolom elbuktál, ha itt vagy. A nevem Alexa, a leghatalmasabb tinédzser sötét mágus. Csak ugratlak, milyen tüzes. Várj, veled tartok a halandók világába, hát ha lesz ott valami érdekes. Mesélj erről a varázsló próbáról nekem. Segíteni kell a halandóknak, hogy boldoguljanak. Hé, azt hittem ki nem állhatod az embereket. Csak várj és meglátod. Lelkesedés, már kintről megéreztem. Pont erre lesz szükségem. Kis naív varázslók. A teszt előtt minden varázslót egy süveg oszt be a helyére. A süveg előtt semmi sem volt titok. Látja legbelsőbb vágyait, képességeit. Ó, vajon mi lesz belőlem? Kertész, tűz vagy vízvarázsló? Ó, vagy talán sötét mágus leszel? Csak ne évszakokat, hadd ne legyek Jennával és Flórával. Egy kis idő múlva nagy volt a csalódás a varázslók között. A süveg senkit sem a vágyott helyére osztott be. Tényleg azt várják tőlünk, hogy segítsünk az embereknek? Hogy ültessünk és kaszáljunk? Ez egy nagy vicc. Mindenki egyre feszültebb lett. Sally, aki az évszakok mestere volt, és imádta a virágokat, mindig reménykedett, hogy majd kertész válhat belőle. Flóra, a kertész, szívesebben szállt a szelek szárnyán, madarak segítségével. Jenna törékeny kis lélek volt. Nem értett szót az állatokkal, szívesebben irányította volna az időjárást. És persze a három lány ki nem állhatta egymást. Nem gondoljátok, hogy ez egy kicsit megalázó? Éreztem, hogy valami nagyszerű fog következni. Aratás, ez bárkinek megy. Semmi szükség sincsen tehetséges varázslókra ehhez. Mit szóltok ahhoz, hogy süveget cserélünk? Senki sem boldog így. Így meg mi dönthetünk arról, mit csinálnánk szívesen. Ameddig a nap végén találkozunk ezen a helyen, semmi gond nem lehet, és mindenki azt csinál, amit akar. Rendben. És a bomba ketyegni kezdett. Idők kérdése volt, hogy minden tragédiába hulladjon. Alig vártam a végét. Sally volt a legsebesebb. Ahelyett, hogy az embereket segítette volna, óriási tököket teremtett a semmiből. Nos, ennyi az egész, szívesen. Bum, a baj beütött. A tökök csak nőttek és nőttek, majd az összes felrobbant. Víz, víz mindenhol. Árvíz lepte el a földeket, ameddig a szem ellátott, minden takarmány odaveszett az árvízben. Persze a másik kettő nem sietett a segítségére. Micsoda csapat? Flóra a kerthez tartott. Megidézett egy csapat madarat, hogy segítsenek neki az aratásban. Ó, nem, menjetek innen! Tönkreteszitek a kertemet! Hes, hes! De én nem is teszek tönkre semmit. Lassan a kert romokban hevert, mint a szántóföldek. Jenna nem hátrált meg. Be akarta bizonyítani, hogy ő a legjobb. Nem tanult a többiek hibájából. Mekkora bolondság. Szaladj csak a vesztedbe.
De Jenna meglepett. Mélyen ott lapult benne a sötétség. Akár társak is lehetnénk. Nem mindenki képes egy ilyen szörnyet teremteni. Nem, ez lehetetlen. Ne légy buta, Jenna! Fúss! Hát, ahogy látom, egyformán haszontalanok vagytok. Még mindig könnyűnek hiszitek a feladatot? Hadd segítsek! Egy varázsló? Aki egy jégszörnynek segít? Hát, ilyenről még sohasem hallottam, de se baj. Legalább hamarabb legyőzlek titeket. Alexa, megbolondultál? Ha megbukunk, akkor vége! Valóban. És mi lesz a büntetésem? Száműztök a mocsárba? Késő, én ott születtem, nem tudtátok? Gyerünk, kapjatok el, ha tudtok, és győzzetek le! Ó, ne! A süvegek nélkül esélyünk sincs! A szörnyetek nem okozott csalódást. Könnyen elkapta a három kis varázsló. Egyedül nem fog menni. Össze kell fognunk. Esélyünk sincs. Az erőnk a süvegben lakozik. De Sally feltámasztotta a szeleket. A kis zöldfülűek nem is tudták, hogy az igazi erejük nem is a süvegben lakozik. Oké, most én jövök. A szörnynek ez meg sem kottyant. Jégnyilakat küldött a lányok irányába. Ó, talán nem is olyan erős. Sally vihara egyre erősebb és erősebb lett. A szörny nem bírta tovább és olvadni kezdett. Ezt nem bírtam nézni. Közbe kellett avatkoznom. Ti úgysem győzhettek. Mint semmik vagytok. Ő hozzá képest. Menjünk, mester, mi lesz a következő dolgunk? Nézd a kis szánalmas varázslókat. Tönkretették a tökéletes jégpáncélom. Ez bosszút kíván. Bolond. Mit művelsz velem? Tudd a helyed és ne beszélj hozzám. Ideje hazamenni. Tényleg. Ha nem akartok a mocsárban kikötni, jobb lesz, hogyha eltakarítjátok ezt a káoszt. Mindenütt jó, de a legjobb otthon. Nem tesz jót a lelkemnek ennyi tiszta varázsló között lenni. Áruló! Mit akarsz tőlem? Azt hittem, hogy egy csapatban vagyunk. Csapat? Sosem mondtam, hogy mi egy oldalon harcolunk. Csapat? Ne viccelj velem, nem vagy te elég ahhoz. Ne próbálj meg több lenni, mint ami vagy, és ne akarj többet, mint amit véghez vihetsz. Úgy látom, a kis barátaink sikerrel jártak. Akkor meg... miért segítettél nekem? Azt hiszed, hogy a varázslók szívesen dolgoznak naphosszat az embereknek? Kérlek. A halandók túl sokat várnak tőlünk. Ránk bízzák a piszkos munkát, amíg ők henyélhetnek. Ez nem segítség. Ettől csak elgyengülnek az emberek. Amúgy is. A legtöbb kezdő varázsló túl értékes ezekhez a kis munkákhoz. Csupa pazarlás. De ha van egy közös cél, egy közös ellenség, akkor mutatkozik meg az igazi erejük. Hazug, te csak kihasználtál. Csak jussak ki, és majd meglátjuk, hogy akkor is ekkora lesz az arcod. Alig várom. Most pedig mutatkozz be a kis pajtásaidnak.
Különben is, nem vagyok hazug. Én vagyok a leghatalmasabb kiskorú varázsló a világon. A legsza. Évezredeken át mindenkinek az volt az álma, hogy tündér lehessen. A két nővér, fehér és zöld kígyó sem volt kivétel. Mivel ők is tündérek akartak lenni, mindig jól kellett viselkedniük, és senkinek sem okoztak kárt. A tündérséget lépésekkel lehet elérni. Az évek alatt a 9. ígértek, csak egy hiányzott nekik. Akkoriban nagyon feszült volt a légkör az emberek és a démonok között. Az emberek minden démontól meg akartak szabadulni. Fehér kígyó egyszer fentsétált a hegyekben, amikor egyszer csak véletlenül egy csapdába lépett. Viszont szerencséjére a démonűző elengedte. Fehér kígyó hazament a húgához, és elmesélte, mi történt vele. Ez túl veszélyes. Nem mehetsz többet oda. Hagyd csak rám nyugodtan. Nem, tudod jól, mindig is azt tanították, hogy legyünk hálásak. Vissza kell fizetnünk a szívességet, különben a szívem nem lehet nyugodt. Fehér kígyót nagyon megfogta a démonűző kedvessége és megjelenése. Talán bele is szeretett. Másnap megdöbbentő dolgok történtek a hegy lábánál fekvő városkában. Több tucat csirkét és tehenet loptak el az este. Zöld kígyó nyomokat keresett, és elállt a lélegzete. Látta a testvérének pikkelyét. Tudta, ő tette mindezt. Ráadásul testvérének újabb sebei lettek. Próbálta rejteni őket. Nővérem, miért csináltad ezt? De mit? Nem értem. Ő volt. Tudom, hogy az a férfi kényszerített rá. Tudom, jó lelkű lány vagy. Te nem tennél olyat. Mindent tudok. Fehér kígyó, már majdnem teljesen tündérekké váltunk. Mindent csak úgy el akarsz dobni. Ha még több rosszat teszünk, démonokká válunk, és a pokolra fogunk jutni. Tudom, de ez nem az, aminek látszik. Nem Dávid keze van benne. Nem tudott róla semmit. Még mindig véded? Rendben, majd megmutatom. Csak úgy szó nélkül zöld kígyó bezárta a testvérét egy varázsgömbbe. Személyesen ment oda Dávid házához. Zöld kígyó megérezte a démon üzőrejét, ami nem akármilyen volt, ilyet még soha életében nem érzett. Tudta, nem lenne képes legyőzni. Gondolta, megpróbálja elnyerni Dávid bizalmát, hogy megismerje viselkedését és leleplezhesse. Oda csalogatott egy démont, úgy, mintha menekült volna előle. Pont ahogy gondolta, Dávid gondolkodás nélkül a bajba esett lány segítségére sietett. Miután megtudta, ő fehér kígyó húga, annál szívesebben gondoskodott róla. Akármennyire is próbálkozott, hogy Dávid beleszeressen, nem sikerült neki. Miért? Nem vagyok olyan szép, mint ő. Nem számít, hogy szebb vagy-e. Akármennyire is szép lennél, én akkor is fehér kígyót szeretném. Akkor is, ha egy démon. Démonok közt is van jó. Minden élőlénynek joga van élni, ameddig nem árt másoknak, nem de? Talán rosszul ítéltem meg. Reggel zöld kígyó tollakat talált az ajtóban. Ebből arra következtetett, hogy testvére megtörte a gömbfalát és kijutott. Tudta, ha testvére kiszabadul, rögvest ide fog jönni. Ezért zöld kígyó olyan helyzetbe hozta őt és Dávidot, hogy nővére félreértse, és azt higgye, hogy Dávid őt szereti. Ti? Ti meg mit csináltok? Ne, fehér kígyó, hallgass meg! Sajnálom, jól látod. Én és Dávid együtt vagyunk. Zöld kígyó, te meg mi a szöszről beszélsz? Alig ismerlek. Látod, ilyen az emberi szeretet. Te is jó vagy, én is. Vagy akármelyik másik démon, ameddig kihasználhatnak. Igen, tévedtem. Miért is bíztam meg bennetek, akiket a legjobban szerettem? Miért? Hallgass meg, kérlek. Nem, hagyj békén. Miért mindig én? Miért mindig én szenvedek a te tetteid miatt? Neked kellene! Te voltál az, aki ezt a sok-sok állatot... Micsoda? Én? Nem, nem! 500 évvel ezelőtt a falvat, ahol a két testvér anyja élt, feldúlta egy kegyetlen démon. Féktelen nagy volt a pusztítás.
de még éppen időben el tudott menekülni. A két nővér teljesen olyan volt, mint anyjuk. Egyszer egy napon zöld kígyó felfedezte az erejét, de csak pusztítást hozott magával. Mivel meg akarta védeni lányát, hogy ne tegyen rosszat és ne legyen démon, az anya kitörölte zöld kígyó emlékeit, és megpróbálta megtörni az erejét. Az anyjuk öreg volt már, és nagyon elfáradt a varázslatok miatt. Édes lányom, ígérd meg, vigyázol a hukodra. Ne hagyd, hogy akárkit is bántson. Ez az én utolsó kívánságom. Ám egy idő múlva a teste megint elváltozott. Minden este zöld kígyó szörnyé változik. Fehér kígyó pedig minden este meg kell állítsa testvérét. Ezért van tele sebekkel. Nem tudtam, hogyan reagálnál az igazságra. Szóval megúvtalak tőle. Mindig utánad takarítottam. Máig. Miért kell kibírnom mindezt, ha semmi haszna? Zöld kígyó eszét vesztette. Minden tönkretett maga körül. Fehér kígyó mindent megtett, hogy megállítsa a húgát. De az nem ért semmit. Dávid kétségbe esett, amikor meglátta, hogy szerelme bajban van. Rögveste segítségére sietett. Dávid, kérlek, állítsd meg zöld kígyót, mielőtt még odaérne az emberekhez. Kérlek! Nem, túl veszélyes. Téged is be fog szívni. Ne aggódj, még épségben visszatérek hozzád. Megígérem. Dávid démonfogója valóban mindkettőjüket elnyelte. A démonfogó nem véletlenül volt ilyen hatásos. Dermesztően hideg volt, és alig tudták mozogni. Fehér kígyó, hallasz engem? Várj odabent, találok egy utat, hogy megmentselek. Nővérem, bocsáss meg nekem mindenért. Köszönöm, hogy mindig vigyáztál rám. És hogy akármit is tettem, mindig is szerettél. Csak kár... Ne, még ne is mondj semmit. Dávid majd biztosan megment mindkettőnket. Nem mondj semmit. Dávid jó ember. Nem volt semmi köztünk. Csak meg akartalak téveszteni. De már látom, boldogak lesztek együtt. Zöld kígyó meg sem várt a nővére válaszát. Átváltozott egy csillogó lélekké. Ne! Légy jó, tündér. Megértetted? Mostantól nem kell aggódnod a bajkeverő húgod miatt. Zöld kígyó beleszállt nővérének testébe. A megsokszorozódott erejével fehér kígyó végre megtette a tizedik lépést is. Csoda folytán megszabadult a kalitka láncaitól. Nem, ő nem az idegesítő húg! Soha! Visszaemlékezett húgának szavaira, és jó tündér lett belőle. Miután összeházasodtak Dáviddal, naphosszat segített az embereknek és minden élőlénynek. Egyszer egy napon fehér kígyó gyermeket szült. Zöld kígyó! A kisded a húgára emlékeztette.